halálos baleset a határon, kerékpárral elesett férfit gázolt el egy személyautó. Önkormányzati átalakulás, helykereső Várbalog és Újróna fő. Régi új edző a labdarúgó csapat élén, kezdődik a felkészülés. Ezek a JTV hírei, köszöntöm Önöket! A helyszínen belehalt sérüléseibe az a férfi, akit egy személyautó ütött el a határátkelőtől mintegy 50 méterre. Megrázó képek következnek. A hajléktalan 40 éves János Somorjai férfi bicikliével esett el az úton, Ausztriából hazafelé tartva szerda este 6 óra tájban. A mögüle érkező Opel Astra vezetője a sötétben nem vette észre a kivilágítatlanul közlekedő, láthatósági mellét sem viselő áldozatot, és elütötte az épp felállni készülő embert. A vizsgálatok még nem fejeződtek be. Információink szerint a személyautó nem lépte túl a megengedett sebességhatárt. Bár még sok a bizonytalanság, a környékbeli kisebb települések már most előkészülnek a jövő évi önkormányzati összevonásokra. A jelenlegi kilátások szerint Várbalog János Somorjához, Újróna fő Mosonszolnokhoz csatlakozhat 2013-ban. Hamarosan megszűnhet Várbalog önállósága. Az új önkormányzati törvény értelmében a 2000 fő alatti településeknek nagyobb szomszédaikhoz kell csatlakozniuk. Két szomszédvárunkban, Várbalogon és Újrónafőn is elkezdték a felkészülést a 2013-ra tervezett változásra. Az, hogy valakivel társulnunk kell, ez most egy kényszer. Mivel mi vagyunk a kicsik, aki befogad minket, az tesz úgymond szívességet, hiszen nekünk ez egy kötelező dolog, de mi ezért külön nem várunk el semmit. Az eddig közös körjegyzőségben működő két település külön utakat választana. Két lehetőség lenne elvileg, Mosonszolnok és János Somorja, de úgy gondolom, hogy tehát első körben mindenképpen János Somorja logikus, hiszen közoktatási társulásban is vagyunk velük, tehát az orvosi ellátás is onnan van, tehát onnan jönnek ki az orvosok hozzánk. Tehát minden formában úgy közlekedésileg is ő hozzájuk kötődünk, illetve korábban Várbalog szintén János Somorjához tartozott. Úgyhogy ez tűnik adottnak első körben, de még konkrét képviselői döntés, testületi döntés nem született róla. Újrónafőn a történelmi kapcsolatok mentén gondolkodnak, Mosonszolnokhoz csatlakoznának, sőt a kapcsolatot erősebbre is fűznék idővel. Egy közös kis térségi, vagy talán egy fúzionált óvodába is gondolkodunk, mert most jelen pillanatban János Somorjához tartozunk, közös óvoda vezetés van, de ha megtörténik ez az egyesülés, akkor nyilván ez lenne a szerencsés, ha mind iskola dolgában, mind óvoda dolgában is együttműködünk. A változás az önkormányzati ügyek helyben tartását, az államigazgatási funkciók elkülönítését célozza. Ám minden település számára fontos, hogy a lakók minél több ügyet intézhessenek lakóhelyükön. Az átalakulások terén sok a bizonytalanság, de az biztosnak tűnik, hogy az összes eddigi ügyintézés nem maradhat helyben, ami nem feltétlenül jelent gondot. Mi a fenének kell nekünk állami funkciókat, dolgokat itten rendezni? Hát ezt régen az állam csinálta. A János Somorjai polgármesteri hivatalba és okmányirodába azonban nem várnak sokkal kevesebb ügyfelet jövő évtől. Térségünkben a korábbi mostani járást egybefogó járási kormányhivatal jönne létre. Ám János Somorja a legtöbb mostani ügyintézés helyben tartását célozza meg, kihelyezett kormányablak nyitásával. Könnyed és nehezebb darabokkal egyaránt színpadra álltak a zeneiskolás diákok péntek este. A fél évzáró növendékkoncerten hallhattuk az összes hangszeres tanszak legkisebb és legnagyobb diákjainak játékát is. A félévi vizsgákat sikerrel zárták a zeneiskolás gyerekek. A bizonyítványosztás előtt mindenkinek gratulált Dravecki István igazgató, és szorgalmas otthoni gyakorlásra is ösztönözte a diákokat. Idén már minden részfúvós hangszert oktatnak az iskolában, és a fafúvósok száma is növekedett. Jelenleg 54-en tanulnak zenét, ez az elmúlt pár év legmagasabb tanuló létszáma az intézményben. A Moson-Szent János Vadásztársaság bája ismét rangos eseménye volt az idei farsangi szezonnak. Az ünnepség a vadászhagyományok felvonultatása mellett a nem túl könnyű év értékelésére is alkalmat adott. Nem csak így találta el a golyó az erdei állatokat az idei vadászbál előtt a vadász vendéglőben. A tradíciók szerint ismét teríték fogadta a bálózókat a Moson-Szent János Vadásztársaság idei farsangján. Attól hangulatos és egy kicsit talán más, mint a többi bál, mert ha az ember ide belép, akkor egyszerre a vadászatnak ugye a végeredményével, a trófeákkal találkozik, a teríték is várja a kedves ide látogatót az éppen elejtett friss vadakkal. Összességében ennek egy speciális hangulata van. Én azt gondolom, egy nagyon jó hangulatú farsangi bárról van szó. Mindenki úgymond meghívott vendég,
és mindenki megelégedéssel szokott távozni innen. Az elejtett zsákmány előtti tiszteletül kürtjelek szólaltak meg a mulatság nyitányaként. Ezután pedig a különleges vadételeké lett a főszerep, amire már sokan vártak. Nincs kedvenc vadételem, és egyébként a keresztanyám rendkívül finom vadételeket tud készíteni, és mindegyiket szeretem. A tárkonyos fácánlevestől elkezdve a malac sülten át. Hát ehhez nem kell tanácsokat, mert én így nem tudnám elkészíteni. Ilyen finoman. Nagyon finom vadragú levest kaptak a vendégek, legmérem mindenkinek ízlett. Ezt követően egy szarvassült tavaszi ragúval, párfi gombóccal, és mellé egy kis pulyka gordon. Ez az első vacsora vegyes körettel. Remélem, hogy ez elég lesz a vendégeknek, és jól fogják magukat érezni. Egész este lesz, miből energiát meríteni ők a tánchoz. Az idei vadászbálon közel 100-an vettek részt. A különleges esemény visszajárókat és új vendégeket is vonz. Nem voltam, ez az első, de úgy tűnik, hogy ezt megismételjük. Nem elsőként, mi már nagyon régóta járunk. Tehát visszajárók vagyunk, ugye a vadász barátunk révén, de nagyon jól érezzük mindig magunkat. Az örömre nem minden adott okot. A Moson-Szent János Vadásztársaság idén megpróbáltatásokkal teli évet zárt. A több mint 3 millió forintos vadkár komoly anyagi gondokat okozott az egyesületnek. A vadászok számára mégsem erről marad emlékezetes a 2011-es esztendő. Kicsit kevés időm van arra, hogy kiárjak lesekre meg vadászgatni, de attól függően szerintem a csapat egész egyértelműen összetartó, és el lehet dolgozni ezekkel a fiúkkal, a társaimmal. A kiváló baráti hangulathoz méltóan hajnalig tartó tánccal és zenével fejeződött be az idei vadászbál. Új edzővel várja a tavaszi idénykezdést a JSF felnőtt labdarúgó csapata. Az ősszel játékos edzőként szereplő Kopf Péter tifjabb Drobnics Tamás váltja a kispadon. A tréner legutóbb a 2006-2007-es szezonban irányította a kékfehéreket az NB3-ban. Közelebbről is szemügyre vehették a JSF felnőtt labdarúgói a sportcsarnok új borítását. A téli felkészülés idén is a hagyományos benti edzésekkel kezdődött. Az őszi keret jelentősen átalakult. A JSF leigazolta a korábban Petőházán védő Bognár Dánielt, visszatért az együtteshez Kompis Ákos és Cseri Gergely felépülése is biztató. Nem láthatjuk viszont a csapat egyik kulcsemberét, Mikhely Zoltánt, aki Ausztriában folytatja tavasszal, és Németi Györgyöt sem, aki Hédervárra igazolt. A tavaszi szezont új edző irányításával kezdik a kékfehérek. Kopf Péter a csapat védője marad, a kispadon azonban egy korábbi tréner, ifjabb Drobnis Tamás váltja. A szakember 1998-ban a Szabadföld kupát és a megyei első osztályú bajnokságot is megnyerte az együttessel. Pénteken már a faggyal és a szokatlan fényviszonyokkal is dacolnia kellett a csapatnak, de a hangulatra így sem volt panasz. A körülmények szinte semmit sem változtak, tehát ugyanaz az öltöző, ugyanaz a hangulat. Igazából nekem is majd fel kell vennem ennek az egész légkörnek a ritmusát. Hát a csapat az teljesen más, illetve hát nem egészen, mert a Kopf Péter, illetve a Szalka Ferenc személyében azért van régi játékosom is a csapatban. A JSE az ország legjobb megyei osztályú együtteseként bejutott a Sportem Kupa elődöntőjébe, a bajnokság tavaszi folytatását pedig a 8. helyről várja. Az első 6 helyben szeretnénk bennmaradni, a nagyon nagy lemaradásunk nincs, illetve a Sportem Kupa döntőjébe szeretnénk bekerülni, amihez még egy mérkőzést kell játszanunk egy Győr-Moson-Sopron megyei alsóbosztályi csapattal. Keményre fagyott talajon kezdte meg téli felkészülését az U19-es alakulat is, nekik tavasszal reális esélyük van dobogós hely megszerzésére. A február az edzőmérkőzések hónapja, amelynek nagy részét itthon játssza a felnőtt csapat. Gyurkovics Tibor, Isten bokrétája című színdarabját láthatjuk a Moson-Magyaróvári Teátrum Adflexum Társulat előadásában február 5-én, vasárnap 17 órakor a Művelődési Házban. Az elmúlt hét legfontosabb történéseit látták, híreinket olvashatják a jtv.hu internetes oldalon, ahol videótárunkat és képgalériáinkat is megtekinthetik. Hírműsorunk a legközelebb jövő héten vasárnap találkozhatnak. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!